Üdvözlünk minden kedves nézőt, itt is vagyunk az EU-LCS promóciós ligájában, azaz, amikor kiderül, hogy az LCS 8., 9., 10. helyezettje, illetve a Challenger Series, az LCS alatti bajnokság 1. és 2. helyezettje, följut-e az LCS-be, kik fognak ezen 5 csapat közül a jövő tavaszi ligában, tavaszi évad ligájában szerepelni. Hú, szervusz Buci, te leszel az én szakkommentátor társam az első mérkőzésen, Pirsz meg itt van a stúdióban, Facebook oldalonkon, tekintsétek meg, hogy mennyire készen vannak már a srácok. Sziasztok! Én is üdvözlök mindenkit, pontosan elkezdjük a promotional hétvégét, hát vagy legalábbis normális meccseket, és itt láthatjátok egyébként, hogy az EU-LCS, illetve ugye a Challenger Series-es csapatok, itt kettőről beszélünk, egyrészt a Millenniumról, majd a Misfitsről, hogy mit történik majd a héten, ugye most vagyunk csütörtökön, jövünk majd pénteken, szombaton, illetve vasárnap. Ma pedig egy Rocket Millennium BO5-ös meccset fogunk nektek közvetíteni, illetve utána majd jövünk Észak-Amerikával. Egészen konkrétan ugye eléggé vagány besorolásunk lesz, itt is látjátok ti is még egyszer, az európai mérkőzések mikor vannak, pénteken és vasárnap lesznek legközelebb. A pénteki napon az Orihen Misfits összecsapást szavaztátok meg. Hát maradjunk annyiban, hogy az Orihennek kutya nehéz dolga lesz, egyértelműen össze kell kapnia magát, holnap 5 órától kiderül. Nekik jobb helyzetük van, hiszen ők, hogyha kikapnak még a holnapi nap folyamán, akkor vasárnap lesz egy másik BO5-ös mérkőzés, amikor is azzal küzdenek meg, aki a párhuzamos mérkőzésen a Schalke ellen, ugye a mai győztes fog játszani holnap. Na, annak a mérkőzésnek a vesztese játszik vasárnap az Orihen Misfits vesztesével, és ott még lehetőség van bejutni az LCS-be, de a mai nap folyamán ugye a Rocket és a Millennium küzd meg majd egymással. Az egyik őjük a 10. helyen végzett az LCS-ben, nyilvánvalóan ez a Rocket, míg a Millennium egy komoly 3-0-ás vereséget kapott a Misfits-től a Challenger Series döntőjében, és ezért vannak ők most a Rocket ellenfeleként besorolva. Ugye a mai nap a, talán a legrosszabb, vagy legalábbis a csapatok számára, ugye aki ma veszít, az mindenképpen elbúcsúzik ettől a tornától, és nem nagyon lesz esélye feljutni az LCS-be, vagy esetleg, hogyha a Rocket tenné meg ezt, akkor ugye ki is esik az LCS-ből. Mm. Úgyhogy a mai nap talán a legnehezebb a csapatoknak, mert utána azért, ahogy te is mondtad, egy elvesztett mérkőzés után még van lehetőség, talán még egy picit új erőre kapva vissza küzdeni magad a torna élére, és ugye pont ez a két csapat juthat fel az a Challenger Series-ből, illetve ugyanúgy két csapat eshet ki az LCS-ből. Én úgy gondolom, hogy ezért, ha emlékeztek a tavaly nyári, vagy tavaly tavaszi promotional hétvégére, akkor a Giants ténylegesen megküzdött azért, hogy ő bennmaradhasson. Abszolút. És most már a rájátszásba kerültek. És most már simán, tehát nyilván nagyon a cserék benne voltak, de hát összekapták magukat, tehát van lehetőség arra, hogy az ember összekapja magát, ugye ők a Rocket cipőjében jártak annó, tehát a 10. helyen végeztek tavasszal, és 3 darab BO5-ös mérkőzést kellett játszaniuk, mind a 3 BO5-ös mérkőzés 5 mérkőzésen keresztül tartott, tehát nem volt egy sima küzdelem nekik egyáltalán, de végül sikerült, és hát szegény Rocket, Csóri Rocket, azt kell, hogy mondjam, nem éppen a legmagabiztosabb teljesítményét hozta az LCS-ben. Látjuk, hogy a 15. és a 20. percben már milyen arany hátrányokat tudott összeszedni, viszont csatlakozott hozzájuk Memento az utolsó 3 hétben, és akkor ezen arany hátrányok bőven ledolgozásra kerültek, még hogyha nem is volt annyira hatékony, ugye a Team Empire, azaz az orosz LCS-ben, az orosz ligában szereplő csapat volt dzsungelese, ebben a csapatban játszik amúgy Mumus 100 is. Hát a lényeg annyi, hogy Memento tényleg megpróbálta valamilyen szinten szépíteni a dolgokat, voltak egyértelműen jó rajtaütései, itt is látjuk, hogy a Fnatic ellen egy jó kis érkezése volt neki, és hát még a Rocket győzedelmeskedni is tudott egy meccs alkalmával a Fnatic ellen, sőt, szóval van esélye a Rocketnek, én úgy gondolom, jót tett a vérfrissítés, és általában ezt szokottam ugye a kulcs lenni az ilyen LCS játékosok esetében, LCS csapatok esetében, hogyha nyögvenyelősen megy az évad,
akkor igenis kell egy csere, mert akkor ott valami nem megy, és kell a vérfrissítés ahhoz, hogy jobb teljesítményt tudjál nyújtani. Ez így van, a cserék azok mindig hát tényleg új erőt tudnak hozni egy-egy csapatba. És ha már cserékről beszélünk, azért a Millenniumban is van egy-két ismerős név, hogyha még a csapat szóval nem is lenne ismerő. Például azért ott van Tabs, aki korábban rokettesként játszott, tehát régi csapata ellen kell majd most újra bizonyítania. És én úgy gondolom, hogy mindig egy nagyon nagy lehetőség a Challenger Series-es csapatoknak az, hogyha bejutást érdemelhet a játékuk. És én úgy gondolom, hogy mind a Millennium, mind pedig most a másik Misfits csapata megérdemli azt a lehetőséget, hogy most ezen a tornán játszon, és megpróbáljon bejutni az LCS-be. Ezek ugye mindig egy-egy szintúgy a 10 csapatnak is egy-egy vérfrissítése. És én nagyon-nagyon kíváncsi leszek majd az Orihenre, aki ugye tavaly bejutott az LCS-be, utána nagyon szépen menetelt, még egyszer fölfelé, majd utána lefelé, tehát végig szépen menekedett, csak most hát, nem a jó irányba. Ez a nyári alapszakasz, én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon szerencsétlenül alakult az Orihennek. Itt gondolok ténylegesen a cserékre, illetve arra, hogy XP-nek ugye át kellett vennie egy csomószor a lövész pozíciót, ami nem feltétlenül az ő ugye alapja. Viszont hogyha csak a lövészeket nézzük, ezen a meccsen, ami most fog majd jönni, BO5, akkor én úgy gondolom, hogy azért Steelback jóval erősebb lövésznek számít, sokkal magabiztosabb lövésznek számít Tabsnél, és hogyha ő tudja hozni azt a játékstílust, amit még tavasszal a tavasszal Unicorns of Lab-ban, nyáron pedig a Rocketben játszott, akkor nagy esélye van, én úgy gondolom, a Rocketnek, mert nagyon erős játékosok vannak, csak egyszerűen én úgy gondolom, hogy a Rocketnek nem fekszik ez a BO2-es rendszer. Hogyha egy mérkőzések lettek volna nyáron, akkor lehet, hogy sokkal jobb helyen végez a Rocket. Egyszerűen ez nem állt össze még a kép szerintem a Rocket csapatán belül, hogy kinek pontosan mi a feladata, mi a pozíciója, miért hívjuk ezt a játékot. Abszolút. Ami mindenféleképpen fontos, hogy a cím ne zavarja meg senkit, tehát hogy az gyorsan átírásra kerül, hiszen az EU-LCS-ben vagyunk, és ott is a Promotional Tournamentnél, aminek, ezt még egyszer kihangsúlyozzuk, a lényege, hogy kiderül, mely három csapat vehet részt a jövő tavaszi évad során az EU-LCS-ben. Ezen három helyre öt csapat jelentkezik, kettő a Challenger Series-ből, az első és a második helyezett, míg három az LCS-ből szeretné megtartani ezt a titulusát. És nagyon komoly ütközetekre számítunk, én úgy érzem. A Rocket részéről leginkább azért, mert a Rocket nagyon keményen alakítja ezeket az ütközeteket. Számos olyan makróbeli hibát mutatnak, mind az őrszemezés terén, mind a csapatmozgások terén, amelyek egy igazán magas szintű LCS csapatnál nem fordulhatnának elő. Sokkal többet kell lesz nekik gyakorolniuk, lehet, hogy volt is rá lehetőségük. Mindenképpen fontos megemlíteni, hogy ezzel szemben a Millennium szintén rendelkezik egy olyan hiba csomaggal, amelyet ki lehet használni ugyan, de a Millennium az kifejezetten egy küzdő csapat, és itt most a küzdelemre nagyon nagy szükség van. Egészen a döntőig, amíg játszott ugye a Millennium, a rájátszás során mindegyik mérkőzés, amivel részt vett a Millennium, 49 percig vagy tovább tartott. A mostani metában eléggé durva, de ha már Millennium, akkor nézzük meg őket! Felső ösvényen Kaze a dzsungelben, Joko, Pretty a középső ösvényen, Tabs, illetve Masterwork majd az alsó ösvényen, lövész, illetve támogató párosban. Hát azt kell mondjam, hogy a Millennium mindenképpen egy küzdő csapat, az biztos. Az ellenfelük pedig a Rocket, Parang felső ösvény, Memento, dzsungelbeci, középső ösvény, Steelback és Raze pedig az alsó ösvényen garázdálkodik majd ezen BO5-ös széria alatt. Ezt fontos kiemelni, hogy három győzelemig megy a mérkőzés. És kifejezetten izgalmasak szoktak lenni amúgy ezek a Promotional Tournament ütközetek. Nagyon csalóka, hiszen nyilvánvalóan a legnagyobb nevek nem vesznek részt ezen küzdelem, ezen bajnokságban, de kellő ráhangolódást mutat ugye a rájátszásra egy ilyen bajnokság,
hiszen a B5-ös szériát mi is szokjuk, a játékosok is szokják. Egyértelműen ugye gyakorlatilag fél évvel ezelőtt volt szinte az utolsó alkalom, amikor volt lehetőség ezt így teljes mértékben kihasználni, ezt a BO5-ös szériát. És az európai csapatok valamilyen előnyben vannak a Challenger Series-zel szemben, hiszen jóval több mérkőzést játszottak le, olyan körülmények között, ahol a legnagyobbakkal is lehet küzdeni. És ez azért fontos, mert hogyha van egy aprócska kis hibád, az lehet, hogy egy gyengébb ligában nem tudják maradéktalanul kihasználni, de az LCS-ben egy erősebb csapat kihasználja a hibáidat, fölhívja a figyelmedet, ha más nem azzal, hogy szanaszéjen rektel és szétcsapja a pofádat. Viszont, hölgyeim és uraim, akkor ugorjunk bele az első tiltási és választási fázisba, ahol a Millennium a kék oldalon kezd, míg a Rocket a piros oldalon indítja meg a küzdelmet. Fontos megemlíteni, hogy a Rocket maga választotta ezt a pozíciót saját magának, így szeretné elemezni a Millennium hősválasztását és tiltását, reagálni szeretne erre inkább, mint hogy ő kezdeményezzen ezen fázis alatt. A tiltások pedig Millennium részéről Ryze, Gnar, illetve Gangplank, míg a Rocket kiveszi Shen-t, ami Kaze-nek egy igazi jó kis választása, nagyon sokat használja, illetve... Trundle-t is sokat játszott, tehát abszolút a Rocket, én gondolom, hogy a felső ösvényre koncentrált ezekkel a tiltásokkal, hasonló módon azért mind a Gangplank, mind a Gnar egy rettentő erős választás lehet. Úgy gondolom, hogy mostanában a Gnarok azok, akik talán a felső ösvény egyik legnagyobb dominanciát mutató hősei, és rögtön Jokónak választanak egy karaktert a Millenniumosok, aki nem más, mint Gragas. Jokót is lehetett látni egyébként a Unicorns of Love-ban még tavasszal, amikor ő volt az egyik csere dzsungeles, ugye tavasszal rettentő sok dzsungeles próbáltak ki az Unicornisok, egyik közülük Joko volt. A másik oldalról pedig, mivel nem volt Nidalee tiltás, ezért Memento elhozhatja ezt a hőst, ezzel kellően gyorsan tudná takarítani a dzsungelt, illetve aki szurkálódásának köszönhetően és a gyógyításának is meg lehet indítani egy-egy ösvényt. És a játék korai szakaszában mindenképpen a plusz sebzés az egy olyan jó dolog lehet Nidalee hős szemében, ami mindenképpen erőteljesebbé teheti a játék Rocketnek a játék korai szakaszát, amire ugye elég nagy bajaik vannak. Tehát azért az, amikor 15 percben vagy 20. percben már arany hátrányban kell küzdened, az mindenképpen fájdalmas, de nem, Steelbacknek és Raze-nek választanak karaktert, Sivir és Alistar. Egy jó kis kombó lehetőségre van ezzel a két hőssel. Ugye összességében Alistar egy nagyon jó kezdeményezéssel rendelkező hős, a végső képessége pedig hiába került gyengítés áldozatává. Ez nagyon szép szó volt és szófordulat, tehát hiába gyengítették Alistar végső képességét, láttuk már, hogy így is lehet alkalmazni. Óvatosabbnak kell lenni, nem vállalhatsz már annyi mindent, de ettől függetlenül lehet alkalmazni, és még mindig egy villanás porrázúzás, majd egy felökleléssel a saját csapatot frontvonalába küldése a lövésznek, vagy az ellenfél kulcsfontosságú játékosának mindenféleképpen egy fontos eleme lehet a küzdelmeknek. És hát így van, Joko megkapja Gragas-t, ez is számára amúgy egy kedvelt hős. Szinte hasonlóan lehet amúgy egy Gragas-szal kezdeményezni, mint egy Alistarral, ugyanaz a taktika. A robbanékony hordóval ki tudsz egy embert fókuszálni és szedni az ellenfél frontvonalából, vagy akár utat nyithatsz a lövész és a középsősényes felé. Pretty-nél egy Malzahar érkezik. Az fájdalmas. Az eléggé. Az rettentő fájdalmas, míg Betsy gyorsan, jóformán instalokkolja azt a Swain-t, és ha már van egy Sivirünk, ha már van egy gyorsításunk a vadászaton képességnek köszönhetően, Memento megkaphatja azt a Hecarimot, akit nagyon sokat beszéltünk talán itt az észak-amerikai, illetve az európai LCS során, hogy ezt a Hecarimot érdemes talán a tiltó listára helyezni, mivel rettentő sok sebzés van benne, bármennyire is nem úgy tűnik,
mégis, hogyha folyamatosan tud pozícionálni, és jól tud képességet használni, akkor mindenképpen nagyon erős tud lenni. A Millenniumnak ott van az utolsó kettő darab választása, amivel érkezhet. Kazinak kell egy felsősvényes hős, illetve ugye Masterworknek egy támogató játékos. Imádnám egyébként azt a felsősvényes Akalit, de inkább a biztos fiórára. Spice-nak. Igen, azt meghagyják a többieknek, viszont Kazi kap egy fiórát, akivel mindenképpen úgy gondolom, hogy a váltótösvénytolás kellően jól fog tudni működni, illetve hogyha a piros fiórát építi, ugye most ha már van kékez rilünk, akkor már legyen piros fióránk is. Kár, hogy olyan cipő nincsen, ami piros színű, mert akkor azzal lenne igazán teljes fiórának a tárgy választása, illetve építkezése, de a piros fiúra kellően erős tud lenni. Ezzel szemben esetlegesen érkezhet Perrin kezébe egy Echo, és mostanában már megszokhattuk, hogy a felsősvényes Echo-k igenis választanak egy-egy háromság hatalmát, elhozzák, megvan a plusz gyorsaság, illetve a plusz sebzés. Így egy fiúra Echo párharcot figyelhetünk majd meg a felsősvényen, viszont Becire leszek nagyon kíváncsi majd azzal a Swain-nál, mert nagyon sokszor osztja ezt a hős Beci, de pont azért, mert a Rocket a 10. helyen végzett, nem feltétlen volt neki mindig a legszerencsésebb döntése. Beci még fáradt. 5 óra van, de ő még abszolút fáradt. Biztos sokáig tartott a készülés tegnapi nap folyamán a helyi kulturális központban. Ugye Swain esetében az ki kell emelni, hogy tényleg baromira jó állóképessége van ennek a hősnek, és ösvényen maradási képességgel fűszerezve az ultia gyakorlatilag lehetővé teszi, hogy regenerálódjon életerőt, jól legyen, boldog legyen, és ennyi. Viszont sebezhető is, nem annyira lehetetlen a megfogása egy Swainnek most már. Ráadásul egy Morellon, amikor bőven el fog készülni ma az áron. Tehát az egyértelműen nem csak, hogy muszáj, hanem még jól is mutat rajta, hiszen a mana problémákat bőven lehet egy Morellon, amikornal ugye, hát nem tudom, kompenzálni. Viszont én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó kis csapat összeállítás lehet mind a két oldalról. Nagyon sok fog múlni Steelbacken és az ő varázspajzsaim, mert jó kezdeményezés van amúgy a Millennium társaságában is. Hogyha valamit levét belőle, akkor ott már nagyot nézhetnek a srácok. Főleg egyébként egy robbanékony hordót, az annyira szépen néz ki, amikor a varázspajzsal levéded a robbanékony hordót, és akkor nézed, hogy na most neki repülnie kéne, de nem repül. Ja, persze, hát mert szívír. Viszont érkezünk az első mérkőzésben, még egyszer mondom, ez egy BO5-ös széria, tehát 3 darab győzelem kell, vagy a Millennium, vagy a Rocket csapata számára ahhoz, hogy ők tovább menjenek és majd játszanak. Egyrészt az LCS-ben való bennmaradásért, másrészt a Millenniumnak ugye a bejutása a cél, az új fióra hős kinézetet pedig, hát új, hát viszonylag új, tehát a pool party fiórát láthatjuk majd Kazi kezében. Hú, de jó, Kazi kezében, teljesen jó lesz. Még egyébként feláll a tornasor, és nem nagyon gondolkodik egyik csapat sem invázión. Nem úgy viszont a Rocket, aki egy ösvénycserés szituációt, egy ösvénycserés taktikát választ magának. Raze és Steelback fognak majd a felső ösvényre érkezni, most pedig láthatjuk a kulcsmesterségeket. Amit mindenféleképpen ki kell emelni, az, hogy adjatok nekünk visszajelzést azzal kapcsolatban, hogyha valamilyen oknál fogva a hanggal lenne valamilyen gond esetleg. Ugye a mikrofonunk mostanában nem volt a legjobb, viszont ez előfordulhat, hogy most is kihat ránk. Jelezzetek mindenféleképpen vissza, akkor is, hogyha játék hanggal bármi, igyekszünk optimalizálni a körülményeket, de tényleg kezdetét vette most már a Millennium és a Rocket ütközete, ami BO5-ös. BO5-ös, hölgyeim és uraim. Raze viszont hatalmas bajban lehet, ott a kábítás is Raze életereje, hogy Raze még nem villant, de megteheti Masterworknek. Ugye a passzívja nem érvényesülhet olyan hamar egymás után, de még Raze-re egy újabb kábítást be lehet vinni? Nem. Viszont farmot egyértelműen bukhatott. Hát, illetve 2 darab
jó kis sütit, ami mindenképpen fájdalmas lesz Reisnek. Persze ő tud majd gyógyítani képességének köszönhetően, de attól függetlenül nem nagyon lesz elég manája majd a továbbiakban. Jó játék volt Tabs és Masterbrook összjátéka az, hogy a kábítást a harapós fagynak köszönhetően ki tudták alkalmazni Reis alisztárján, és hogyha már Masterbrook-et nézzük, akkor a Challenger Series-es alapszakaszban négyszer hozta el ezt a hőst, 3-1-es a statisztikája Braummal, tehát egy magabiztos hősválasztás volt a Millennium támogató játékosától. Brady pedig megkapja a hollóknak, hát jóformán az áldását, ez mindenképpen fájdalmas számára, így a cserét a középső ősvényen Betsy nyeri, nem elég, hogy a cserét... Ó, jaj, Brady hatalmas bajban van, viszont Betsy nem tudja befejezni a cserét, ugye nem felejtsük el, hogy a hollóból pont ki tudott sétálni Brady, és utána jött már csak rá a sohamozgás. Hát igen, ez így van, viszont Betsy jobban tud cserélni a játék első fázisában, ezt már tapasztaltuk. És ugye reagált a Millennium az ösvény cseréle, tehát kialakul az a farmolási fázis, amiben Perang, illetve Kazi az alsó ösvényen, Meek, Steelback, Raze, Tabs és Masterbrook 4-esre a felső ösvényen játszanak. Jó volt a visszavágás, innentől kezdve Perangnek nincsen életereje, és manája is elég kevés van. Jaj, ott a párhuzamos valóság, ezt jól használja ki Perang arra, hogy neki legyen bónusz kis pajzsa, és kizónázza Kazit. Kazit, bocsánat. De egyértelműen megvan mind a két csapatnál az az ösvényfázisbeli előny, amelyet a másik nem nagyon tud kompenzálni. Ugye a középső ösvényen a rokettes Betsy az, aki dominál, Paranggal szemben pedig Kazit tud mindenféleképpen valami extra csodálatos jó dolgot véghez. De jól tartják magukat alapvetően, tehát nem tud elhúzni igazából egyik ösvény sem. A farmolás tekintetében Betsy az, aki némítva van Pretty Malzárja által, viszont neki már haza kell menni, mert nincsen manája. Nincs. És így viszont Joko érkezett az alsó ösvényre. Barangra villan viszont Joko, de ugye ne felejtsük el, hogy a kicsalakás nem volt jó. Kéz gyönyörű szépen használ ki a visszavágást, és így párhuzamos valóság ide vagy oda, Barang az első gyilkosság áldozata. Mementó pedig az északi dzsungelében van a Millenniumnak, így az első rajtaütés a Challenger Series-es csapatnak kedvez, Tabsre jó egyébként a kezdeményezés, viszont Masterwork. Gyönyörű szép volt Steelbacknek a varázspancsa, ki megy a fárasztása is Masterworknek. Míg a másik oldalon nulla idézői képesség ment ki, ebből baj lehet. Memento még nem tudja, hogy mit csináljon egyelőre. Pacienhez, de érkezik Memento és Masterwork ragad bent. Braum viszont tökéletesen ugrik rá Tabsra, megjött Parang, ne felejtsük, hogy neki távolságra dolgozása volt. A kábításon kisétált Tabs, így egyilkosság marad. Négy emberes offenzíva Rockettől a felső ösvényen. Torony lehet belőle? Nem hiszem, mert Reis is hazamegy, és itt hagyják Parangot. Rotál a Rocket. Felső ösvényre érkezik Perang, míg Tabs inkább visszatér majd erre az ösvényre, és megnézhetjük, hogy a twitterezők szavazata alapján nem sokan, de azért a Rocketnek adnak győzelmet. Én úgy gondolom, hogy a Rocket, hát nem is fanok, hanem szurkolók, nem biztos, hogy ennyire örültek ennek a 10. helynek, és lehet, hogy most sem annyira gondolják, hogy a Millennium ellen lenne esélye, miközben láthatjuk, ahogy megérkezik Memento, jön a teleport, majd utána Masterworld-eket lehet visszább tessékelni. A villanás ugyan megy, illetve még a gyógyítás is, de így sem lehet megmenteni Braumiát Lucian-nek, és azért a két csoda páros mindenképpen jól tud együttműködni, hogyha csak a hősöket nézzük. Steelback és Raze pedig ugye az alsó ösvényre érkezett azzal, hogy fordította a Rocket, de torony nem dölt még. Viszont egy-egyre kiegyenlített a Rocket csapata, ugye az első gyilkosságot Kazi kapta Fiórával, aki így vásárolt is magának egy Tiamatot, sokkal magabiztosabbá tudja most tenni majd az ösvény teljesítményét, és ez látszik is egyébként a farmolásban, elkezdte átvenni a vezetést, ugyanezt egyébként Betsy az, aki a középső ösvényen megpróbálja valahogy kompenzálni, míg azért úgy gondolom, hogy egy Sivirnél hát elvárandó, hogy jobban farmoljon, jó van ám bárkinél az alsó ösvényen. Itt van Memento. És nem vették észre, egészen jól lehet álcázni ezt a lovat a bokorban.
otthon azért ne próbáljátok ki. De ez még bajban is lehet, mert szörvögtön tökéletes a ráugrás. Jön Joko is, az őrszemek amúgy a Millenniumnak kedveznek, mert Jokot nem látják, de Memento is álca alatt van. Meglépte a 6-os szintet Memento, ne felejtsük el, ez már jó. Betsy is gondolkozik egy rajtaütésen. Na nézzük csak, lehet tovább menni, viszont ott az őrszem Memento lebukott, Betsy is rögtön visszafele indul el. Az offenzívát folytatja ettől függetlenül a Rocket. Hát okosan srácok, mert itt van Joko is. A felsősvény egy cserét nézhetjük. Wow. Kazinak abszolút nagyobb a sebzés, ugye nem nagyon tudott Perang venni jóformán semmit, mármint hogy így persze építi majd a háromság hatalmát, van egy kis plusz életerő, plusz mana, egy kis sebzés, de nem tud egy egész tárgyat megvenni hazamenetele után. Mindentől kezdve hátrányban van még a felsősvényen Fiórával szemben, és így, hogy Betsy kap egy kéket, nagyon erős lehet most erre a kis időre a középsősvényen. Most kéne cserélnie mindenképpen Pretty-vel, aki szintén elindul a kék erősítés felé. És nagyon jó az a mindent látó össze, amelyet még amúgy... Senki nem vett észre. Memento helyezett ki korokkal ezelőtt. És ahogy te is mondtad, nem lett... Tehát nem vette észre egyáltalán senki a Millennium részéről. Megvan az Info Rocketnek, ebből kék erősítés lesz Pretty-nél. Mondjuk ezt alapvetően is kisirabizálhatták volna. Időtörése jön vissza para, miután vett magának egy kalap, ácsot. Ez a csel, ez az Echo csel, jóformán itt kettő darab teleportod van, hogyha elhasználod a végső képességedet. Gyors hazamenettel, vásárlás, majd utána időtörés és már is az ösvényen vagy. Memento az, aki rettentő kevés élettel, de túlélte a vörössel szembeni küzdelmet, miközben Pretty az, aki ki takarítja az előbb említett őrszemet. Mindenképpen jó volt Joko. Oh! Betsy próbálta elhozni azt a sutyarákot, de végül Joko azért mégiscsak egy dzsungeles. Joko csókjának nem tudott ellenállni az a sutyarák. Viszont... meg szeretném jegyezni, hogy nincsen még látóköve Masterworknek, így az őrszem ki... takarítás és az őrszem lehelyezés egyértelműen a Rocketnek kedvez az alsó ösvényen, hiszen Raze már rendelkezik lencsével és látókővel is. A következő hazamenetelnél Masterworknek pótolnia kell ezt a hiányosságot, mert Raze így elbóklázhat és a csapata előnyhöz juthat, még akár az egész társaság is. Pretty nagyon szépen kitáncolt a soha már képességből, ennek mindenképpen kell, hogy találjon Betsynek ezen képessége ahhoz, hogy utána igazán tudjon beindulni a hollók seregével és egyéb varázslattal. Látjuk, hogy ő a korok pálcája mellett dönt, ez mindenképpen egy jó választás, kellően jó tankosságot ad majd neki, amint a 10 jelzőt is összegyűjti, Memento pedig a sutyarákat elhozza a déli folyóból, így megvan a sárkány előtti rálátás, ha már sárkány, akkor Joko vajon... találkozik Mementóval, egy kicsi a rakás és egy kevés szesz az, amit Memento magáévá tesz. Memento ott egy... Igen, ez egy mindent látó őrszem. Hát jó, visszafordulat. Ez biztos, hogy az? Ez tuti, hogy az? Nagyon szépen őrszemezik egyébként mindkét csapat. Annak ellenére, hogy mondtad, ugye nincsen még látókő Masterwork, nem mindenképpen abból a Rubin kristályban, én gondolom, hogy azt fogja venni majd magának. Itt van mindenki. Az a gond, hogy csatlan a vadászat, a gyorsítás is ott van, ugye, azon a Helkarimon, arrébb kellett csúszni a Tabsnek. Megvan egy gyilkosság a Rocket oldaláról, a teleportot Kézi nem tudta, Kazi nem tudta elhasználni. Pontosabban elhasználta, de nem tudta befejezni, lehet, hogy nem is akarta, Parang szintén érkezett volna egy teleporttal, ő sem fejezte be. Megint egy ilyen hatalmas rajtaütés amúgy a Rockettől az alsó ösvényen, több emberes és sikeres. És sikeres, Betsy az, aki még egyelőre nem használta el ezt a teleportját, ugye ő is ezzel az idéző képességgel jött a középső ösvényre, így viszont akkor ugye, ha azt nézzük, a Rocketnél van legalábbis a teleport előny, miközben Pretty az, aki gyorsítással rendelkezik, mindkét felső ösvény is ugye elhasználta, majd megszakított a teleportját, ebből látszik is egyébként a visszatöltésnél, hogy gyorsabban vissza fog jönni most ezen képesség. Viszont cserél, legalább válaszol a Millennium arra a torony rombolásra, ami az alsó ösvényen történt. Perangnek nem sikerült megvédeni a saját külső tornyát.
és jön a visszajátszás. Csattant a vadászaton, innentől kezdve érkezhetett Memento, tökéletesen át tudott még menni. Végső képességének, Masterworknek így ő az, aki másodjára hal meg a Millennium oldaláról. Egyelőre őt tudták likvidálni, illetve kivenni a játékból. Tebz megint csak megmenekült, aki majd építi magának Jomul szellemkardját, és ha már beszéltünk a Morrel Omikonról még a meccs elején, akkor bizony Pritinél már ott van. Ez jó lehet abszolút Betsy Perang ellen, Raze gyógyítását is egy picit negligálni, tehát egy jó választás, illetve nagyon jól mutat majd Malzáron is. Sújtania kell pontosan Jokónak. Viszont hedgesárkányra akárki is léphet. És nagyon szépen kiúzták egyelőre a rockettesek ezt a hedgesárkányt, de jön Jokó, az őrszemet megtalálja, mert mindent látó, erre nem lett volna szükség, ugye. Viszont Mementónak is aktiválódik a penge csörsújtása, visszámegy egy picit a sárkányrobbanékony hordóval érkezett, és megvan! Jiki Jokó, te ragász! Elhoztad a hedgesárkányt, amelyet még gyorsan meg is köszönt a rocketeseknek, beugrott, kösz srácok, ne se veszítek, pikk, elhoztam, és ment is ki. Hát így hogy még volt idéző képessége mindenképpen szép. A sárkány szerzés a Millenniumtól, még egy hedgesárkány jön a játékban, majd a Rocket elhozhatja magának ezt, ezzel kiegyenlítve ezen jelzőket. Nagyon szép játék a Millenniumtól. És alapvetően arany különbség nem nagyon létezik. A felső ösvényen ugye Kazi az, aki jobban tud farmolni, hát ezt gondoltuk is, főleg egy vérszomjas hidrával. Még nem készült el Perangnek a háromság hatalma, hasonlóan Memento is még vár egy kevés aranyat ahhoz, hogy ez meglegyen, utána fog majd csak sújtást vásárolni magának. Illetve ő azért fejlesztette hasonló módon Jokóhoz az újratölthető italát, így azért a nagy szörnyek mindenképpen adnak még egy plusz kis töltetet erre. Betsy pedig majd a Negatron palásból valószínűleg egy mélységi jogart fog építeni magának, ami ezért jó lehet Préti sebzését levédeni, és nagyon szépek egyébként a némítások, ezzel azért nem nagyon tud akkor beindulni Betsy. Kérdés az, hogy mikor fog majd egy jó villanással kezdeményezni. Folyamatosan találnak a némító kapuk, de itt van Memento. Prétinek azonnal villannia kellett, nem úgy van az, hogy akkor ő most itt elgengszerkedik Betsyvel szemben, aki amúgy az életrejét tölti vissza a végső képességéből. A csere amúgy egyértelműen a Rocketnek kedves, hiszen Prétinek nincsen most már villanása. Azért a passzívja még eléggé vagány lehet, ezt is tegyük hozzá. Masterwork, itt van, jön a teleport, ahogy mondod, alébb lehetett pozícionálni Masterworköt, kiment a Gletscher szakadék is, megérkezett Kazi, de itt van. Egyelőre Parang is, a nagy kihívás, na nézzük csak, még mindig a helyén van, most megy ki a nagy kihívás, így van, sikerül is aktivizálni, Parang az, aki tovább megy még Prétire, Préti meghal, kettős gyilkosság szívirán, Kazi és Préti halt meg, és egyedül Mementót sikerült eltenni lábalól, Parang pedig megúszta. Abszolút fókusz volt azon a kis pacin, én úgy gondolom, nagyon-nagyon őt akarták kiszedni minél hamarabb. Így viszont ugye Stildaken nem volt semmilyen fókusz, tehát ő végig dobálgathatta a csatát, így el is hozott gyorsan két gyilkosságot, hazamegy, és a begyűjtött pénzéből szépen bevásárol. A két darab háromság hatalma, amiről beszéltünk, pedig pont elkészült a rokettes játékosokon. Raze az, aki egy porázúzással kezdeményez, majd utána visszább lehet löpni Masterworköt, nem csak Raze, hanem Memento alapján is, mind a kettő. Teleport érkezik, igaz, Perang egy picit lassabb, Kéz az, aki Mementóra használja a nagy kihívást, és igaz, még be tudja fejezni, de azzal, hogy semmilyen fókusz nincsen Steelbacken, egyszerűen nem lehet mit tenni, miközben Betsy és Perang pároson nagyon-nagyon szépen fordult Pritire, aki megpróbált ugye még némításokkal alkalmazni Raze. Azért az, aki megeszi a csalit, gyönyörű szép a visszavágás, csőre Raze életereje nagyon fogy, Raze életereje pedig nulla! Mementóra megy ki a nagy kihívás, Mementó meghal szintén. Biztos, hogy Fiorellak akarsz adni egy double kill-t? 3-1-1-es lett Kazi ezzel. Ez a tipikus fagyi történet, ezért ez eléggé, tehát Raze egyrészt végső képesség nélkül, tehát a törhetetlen akarat nem volt akkor még elérhető, de jóformán beparkoltod a hármas nádasba, és azt mondta, hogy
igazából én kiskacsát játszok, miközben bika vagyok, és itt ide parkolok a nádasba, jó lesz ez itt nekem. Hát nagyon nem, mert a Millennium csapata nagyon szépen zárkózott föl, és Memento kevés volt ahhoz, hogy megmentse Race-t. Itt van Steelback, aki még próbál sebezni Kézre, de a visszavágás gyönyörű szép, a kábítás ezért pontosan érkezhet is. De Steelback időben még visszavonult, míg hát gyermekeim. Azért Kazi ezzel meg tud indulni, abszolút. A 18. percet hagyjuk most el, és az arany előny egyik oldalon sem túlnyomó. Ettől függetlenül Kazin van a szurdok hírnökének erősítése, ami nagyon vagány dolog. Memento megint egy sutyerákkal, valamint majd egy mindent látó őrszemmel próbál küzdeni, és itt akkor térjünk is ki az őrszemjátékra, ha már, ugye? Mind a kettő csapat igyekszik kicsit defenzívebben őrszemezni, de a Rocket az, aki kicsit előrébb tolt őrszemekkel rendelkezik, de így sincsenek annyira mélységű őrszemek, úgy érzem egyik oldalon sem. Az a lényeg, hogy a fontos érkezési pontok meglegyenek, és ezen annyira nem is csodálkozunk, hiszen hiába vagyunk a 19. percben, egy-egy torony dőlt még csak le, bőven érkezhet, legfőképpen a folyóból rajtaütés az ösvényekre, úgyhogy érdemes azt szemmel tartani, a Rocket legalábbis ezt a stratégiát választja, míg a Millennium pedig talán azért még pár őrszemet letehetne, úgy érzem. Ugye a Millennium az, aki őrszem előnyben van, hogyha csak azt nézzük, hogy Joko ugye befejezte a sújtását a dzsungeles tárgyán, tehát ők szám szerint több őrszemet tudnak most letenni, ugyanúgy három darab őrszem talizmán az, ami még elérhető a Millenniumnál, viszont ketten már váltottak lencsére, ugye ezt még csak részt tette meg a Rocketnél, illetve Steelback egy messzelátó gömböt vásárolt magának, de ameddig Memento nem vesz vagy egy látókövet, vagy a sújtását nem fejleszti, addig valamilyen szinten a Millenniumnak kéne, hogy előnyben legyen. Jokóra érkezik a kezdeményezés. De gyönyörű, szépen arrébb tud menni, és még a robbanékony hordója és a villanása is benn marad. Jó, közben az időbandita levédése Masterworknek a pajzsal, és úgy érzem, hogy Masterwork promja a helyén van ezen a mérkőzésen. Mumusnak pedig köszönjük a hostot. Köszi, ha nézel Mumus minket, akkor üdvözlünk is, és szurkolhatsz. Volt csapattársadnak Mementónak. Itt van megint a hegysárkány, amit ugye egyszer már elhozott Joko Hesúnyi sújtással. Hogy most a sújtás párbajt kinyeri Joko, ugyanazt csinálja, mint előbb, még gyorsan megfordul, teljes mértékben déjà vu. Abszolút! Viszont megpróbálja kiúzni a Rocket, most nem próbálják meg, még az sem, hogy esetleg túlságosan lesebezzék a sárkányt és megpróbálja ellopni Joko, nem. Távolabb lépnek hát, ha követi őket a sárkány viszont azt mondja, hogy nem. Ez egy ingyen sárkány ez volt a Millenniumnak, tehát hogy konkrétan megint sárkány van. Akció van a promotion a hétvége első napján. A Millennium egyet ellopott, egyet pedig megkapott, miközben erről beszéltem, konkrétan erről beszéltem, hogy nem biztos, hogy Kazinak akarsz adni két gyilkosságot, mert azzal, hogy meglett a fekete hasító bárgya, szimplán ráugrott Pereng, de remélem lesz majd visszajátszás, mert el sem tudta használni végső képességét Pereng, nem tudott villanni, úgyhogy egyszerűen vagy egy vakfoltra érkezett az a fiúra, vagy egyszerűen nem tudom mi történt, lehet, hogy csak elaludt Pereng, nézd meg, nem is mozog, jön is a visszajátszás, egyszerűen simán csak ráugrik, hagyjam, gatya. Meg se értem volna neki az időtörést alkalmazni, mert 4 másodperccel azelőtt még annyira a torony külső sugarába lett volna, és hogy mindezt egy dive, tehát hogy bemegy a torony mellé, ugye, amit már lerombolt a Millennium az alsó ösvényen, pont ezért sokkal nehezebb Pörögnek most az ösvényén maradnia, mert nincsen egy plusz védelmi helyzete a külső torony hiányában, bármennyire is ott van a tolvaj surranó, illetve most már egy lágyvért, kevés lesz, főleg a fekete hasító után. És ez egy őrszem temető amúgy ott a középső ösvényen, 3 rokketes őrszem is volt már azon a részen, amelyet most már elpusztított ugye egyértelműen a Millennium. És a Rocket most már hátrányban van, nem csak a torony szempontjából, hanem úgy néz ki, hogy nehezen tudnak érvényesülni. Az a kettő hegysárkány, ami ott van a Millenniumnál, és ez egyértelműen hiba volt, hogy hozzájuk került mind a kettő.
nagy helyzeti előnyt adhat, mindegy baronnal sorra való mozdulás szempontjából, mint tényleg akkor, hogyha egyszerűen Millennium kezdi meg a sárkányt, mint pedig a töröm döntések alkalmával. És nézd meg, Joko oda mer menni a Hecarimhoz, és az arcába persze mászik. Abszolút mer kezdeményezni, miközben egyébként Memento is úgy döntött, hogy szeretne csapatának segíteni az őrszemezésbe, ezért úgy választott magának sújtást, miközben Beci az, aki elhozhatja ezt a tornyot. Itt van még Hecarim Memento személyében, aki segít neki. Sőt, el is hozza. El is hozza. Aljas módon. Kazi pedig a felső ösvényen egyrészt ráparkolt egy őrszemre, de egész évből ezt ő nagyon-nagyon nem érdekli, mert Pereng nem mer kimenni rá. Még a saját tornya védelmében sem. És talán ez egy fontos, miközben jön egy teleport Becitől a középső ösvényre, hogy itt is el lehessen hozni a külső tornyot, ezzel lehetne válaszolni. A Rocketre, de jön megint egy teleport. A teleport, amúgy Parang is elkezdte ugyanezt, nem, hogy a Gretscher szakadék Memento arra, mert Kazi ott van, adj előre a frontvonal mögött, nézd le, ez az első áldozat meg is van, viszont ugyanúgy megkap Réti is. Memento életre fogy, Tabs nem tudja befejezni Parangnak, időtörés kell alkalmazni, a Joko a második áldozat, gyönyörű szép volt a ráugrás, kettős gyilkosság a Rocket oldalán. És nem sikerült pont befejezni Mementót, ez egy nagy szerencséje amúgy. Pedig Tabs ment, abszolút. Ő mindenképpen szerette tehát volna befejezni. Ez nehéz, még akkor is, hogyha csúszhatsz ezzel a Lucian-nál. Visszajátszás érkezik, ugye már itt volt Beci, Memento végső képességével menekül, ami mindenképpen jó, de Kazi nem tud mit tenni, nagyon kevés élete van, Raze-nek így őt be lehet fejezni, majd utána Memento az, aki elgyorsul, vagy el tud menekülni, Joko pedig a soha már képesség miatt nem tud mozogni, Betsy nagyon jól alkalmazta ezt a varázslatát, innentől kezdve, hogy helyhez volt kötve, szegény Gragas, meg is pecsételődött az ő sorsa. És sajnos szerintem megérdemelte, tehát volt ott hát szegénynek egy olyan robbanékony hordója, amivel például a nagy kihívást idézőjelben élvező Betsyt arrébb tessékelte, nagyon-nagyon, és így Kazinak azért a sebzés kiosztás és az egész stratégiája nagyban megvett lőve, hiszen hogyha nagy kihívást végig tudod ütni, az egész csapatodat gyógyíthattad volna. Ez így van, miközben vásárolt Raze egy ragadozó palást. Ami most két dologot jelenthet. Egyrészt, hogy jönnek majd az üresség lények, és akkor harcolhatnak Malzahar üresség lényeivel szemben, hogyha az Izirot kaput netán befejezni Raze, miközben egyébként én úgy gondolom, hogy a talizmán az, ami fontos lehet. Karját is halljuk, Memento végső képességet használ el, Joko pedig robbanékony hordót. Hát azt szó szerint elhasználta, mert hogy igazából nem tudta visszadobni Mementót. Ez lett volna a cél, hogy lehessen ölni Hecarimot, viszont megint csak jól használta menekülését. Hoppá, Tabs meg fog halni, ez szinte már biztos, Mementóra megy ki Pretty-nek a végső képessége. Pretty még mindig bírja egészen eddig, Pretty meghalt és Tabs is el tudott futni, ez baj a Rocketnek időtörés Parang részéről, de Kenzi őt akarja elkapni, Kenzi életereje fogy, viszont már kettős gyilkosság Malzaharon, Kenzi megúszza! Mind Tabs, mind Fiora el tud menekülni, kettő ember veszett oda a Rocket oldaláról. Miközben ők kezdeményeztek, hát Raze volt az, aki nagyon szépen végú kombóval eltalálta ugyan Tabs-et, de nem tudták időnek hiányában befejezni, nem volt elég sebzés arra a Lucianre, innentől kezdve pedig tudott fordulni a Millennium. Mi az, hogy fordulni? Elhozott egy gyilkosságot, kettő darab gyilkosságot és még egy külső tornyot a középső ösvényen, így bedolgozza egyrészt az arany hátrányát, sőt arany előnyé fordítja a Millennium, így a 4-3-as toronyállással 8-6-os gyilkossági állásra, és nézd a felső ösvényen mit művel Kazinak az a fiórája, iszonyat mód vezetni tud, a kezdeményezés szép jön, a vadászaton így el lehet kapni Tabs-et, de Pretty nagyon szépen fogja meg Mementót, innentől kezdve nincs további követés. Gyönyörűen érkezik Masterwork végső képességével, így a lassításnak köszönhetően nem nagyon tudnak tovább menni, Becide nem lehet a jelzőket felpakolni, innentől kezdve ő el tudott menekülni hasonlóan Steelbackhez, de attól függetlenül a Millennium hozta el ezt a csapat harcot, és igen, a talizmán az mindenképpen elkészült közben Raze-en, ez jó lehet, plusz kezdeményezési lehetőség, illetve gyorsaság Mementónak, tehát két részben is jó választás. Arisztának mostanában ezt
látjuk a profi ligákban, hogy inkább talizmánt építenek, mint hegyarcát. Abszolút, főleg, hogyha Hekarim van veled, főleg, hogyha szeretnél kezdeményezni. Ne felejtsük el, hogy egy óceán sárkányt el tudod hozni közben a Rocket, ez az első nekik. Nagy kívás, hogy Mentor, aki az így majdnem el tudja hozni. Rengeteg sebzés van abban a fiórában, ugye meg is kapta a kellő etetést. Viszont Steelbacknek már a patogó pengéje, ha kritikusak, akkor nagyon sebeznek. Elhasználta amúgy a talizmán most rész, és menekülni kell, tehát hatalmas kezdeményezésre esik el a Rocket. Jöhet a zónázás, bár Kazi elmegy párhuzamosan ösvényt tolni, Joko pedig... Van teleportja, úgyhogy... Hát igen, Joko pedig vörös szeder hátat bugázni. Közben Beci az, aki aranyemberi válhat Zonya homokorájának köszönhetően, míg Pretty folyamatosan lassítani fog a Rylai kristálybotjához, és egy kísértő állarcot már vásárolt, így akár a Liandry gyötrelmét is megveheti, ami mindenképpen jó plusz varázstörő, plusz életerő, azért így Malzahar egyre bátrabban mehet majd be a csatákban. Csatákban míg kezdeményezik. Soha mozgásban benne van egyelőre Joko, Joko életre fogy, jó Gletscher szakadék, és Beriz még sikerül befejezni, de így van, így van. Már nagyon sok ideig tartott, Beci nem bírja a pofonokat, Tevznek a sorozatlövése viszont kevés volt. A gyilkosság az a jön kezi. Na, így van, egyelőre pontosabban Kazi, ha már itt vagyunk, Mementót meg lehet törni, megint a Hekarimot fókuszálják, hát Hekarim elfut, a kutya mindenit, vagy a ló mindenit, Parang viszont megy tovább, és ott van a kettős gyilkosság Kazin, jó volt Masterworknek a passzívja is, ami még aktivizálódott, esélye nem volt Ekkónak az időtörése, és mi jön akkor? Nami? Nem Nami, hanem Baron Nashor, amelyet megpróbálhat Memento ellopni. Mumus most már érzem, hogy izzad, és nem a szaga alapján, hanem azért, mert ez egy nagyon fontos szituáció, és már Mentó! Hogy hozz el! Uram Isten, még ott volt a Bét gyilkosság is, hogy hát a Masterworkre rá lehet fordulni, de nem! És a Rocketet betartja Heka! Azt a mindenit! Ez iszonyat szép lopás Mementótól. Miközben jön a visszajátszás, Beci az, aki nagyon elől van a csatában, Jokóra lehet ráugrani, majd megint csak jó Masterworknek a végső képessége. Pont ezért Tabs a sorozat lövését sebzésre is ki tudja hozni. Beci végső képesség alatt azért töltődik némi életerőt. Utána majd Tabs villanását követően el kell használni a Zonya homokúráját. Ahogy megjöttek a teleportok, igazából Kazi, aki sokkal jobban tudja ezt kihasználni, elhoz kettő darab gyilkosságot is, majd utána jön a Baron Nashor hívás. Nem takarítja ki egyrészt a rálátást, tehát tökéletesen tudja Mementó, hogy mennyi életereje van annak. A Baron Nashornak nem fordul rá Masterworkre, hanem végső képességével berobban a Baron Nashor odújába, és elhozza ezt a szörnyet. Nagyon-nagyon szép játék volt Mementótól. Hát most azt kell, hogy mondjam, hogy ő tartotta életben a Rocketet. Sokkal fájdalmasabb lett volna, hogyha Millennium elhozza ezt az erősítést, mert akkor meg tud indulni valamelyik ösvényen. Viszont így a Rocket egy ideig, óráig biztonságban érezheti magát. Főleg, hogyha így ki tudnak kapni egy-egy embert pozíción kívül, itt van Joko is. Joko, mint Masterworköt, ugye rövid időn belül sikerült ledolgozni, és ez a Rocketnek egy hatalmas előnye, hogy most már Mementónak van annyi bónusz mozgási sebessége és mellé tankossága is, az őrangyal is hamarosan elkészül rajta, hogy merjen leüldözni embereket, merjen kezdeményezni, ha arról van szó. Jokonak nincsen robbanékony hordója, de azért viszont ott van a főső ösvényen, és őt nem fogja megállítani Parang. Ezt tudjuk jól, a rámozdul ráadásul azért abból baj lesz, de a Baron Nashor erősítés ott van a Rocketen, ráadásul két emberen biztos. Raze és Mementó. Mindenképpen láttuk is, a középső ösvényen érkeztek, és szeret. Elhoztak még egy tornyot, a kettes szintű tornyot, ezzel kiegyenlített a Rocket. Ha a toronyállást nézzük, az aranyelőny még mindig a Millennium csapatánál van, miközben már vérszomjassal is kiegészült Kazi fiórája. Eszméletlen erős az a fióra, rettentő fájdalmas tud lenni. Nem is csoda, hogy Pöreng inkább visszavonult az inhibitort védő torony alá, és átengedte, ha lehet így mondani, a kettes szintű tornyot a felső ösvényen, ezzel ugye 5-4 a toronyállás a Millennium javára, és az első űrangyal az, ami elkészült Mementón. És egy jó kis sejemölv, amire beruház Steelback, mindenképpen jó lehet. Nem elég egy varázspajzs ugye a képességében, a csapda. Joko és Kazi szeretne
Trétivel egyetemben valami kis csomagot átadni, de türelmetlenek, pontosabban a felhősárkányra várnak. Jó lenne azt nem odaadni mementóéknak, mert így is hihetetlen mozgási sebessége van annak a Hecarimnak. És hoppá! Észre érkezik a kezdeményezés, Kazi bent ragad, és azt a Fiorát érdemes kifókuszolni. Jó a visszavágás, de meg fog halni Fiora, Steelback hozta el. Hol vannak a többiek? Teszi fel a kérdést egyelőre. A Millennium, Masterwork és Joko legfőképpen, de már itt van Tabs is. Jó a ráugrás Masterworktől, de ez lekövetős csapat, srácok, nem fog menni. Memento életereje elfogyhat, nem fogy el! Memento még élet, hihetetlen, most hal meg, viszont rajta van őrangyal. Riti a végső képességét nem tudja befejezni Steelback miatt, Betsy pedig befejezi közben Tabs-t is. A Millennium négy embert veszít el, és egyet cserél mindössze. Atya, Betsy, Szonya hókúrában gyilkol. Hát igen, ez a kedves Swain még ezt is meg tudja tenni. Egyedül Pretty-nek kell védekeznie itt a középső ösvényen, miközben jön a teleport Perang-től, el fogják hozni még az inhibitort is. Ez biztos, így nyitott lesz a Millennium bázisa a középső ösvényen, lehet forogni majd. A Rocketnek ugye a sárkány él, amit te is kiemeltél, méghozzá egy felhő sárkány, óceán sárkánya van a Rocketnek, de jöhet a visszajátszás. A Millennium az, aki kezdeményez Jokónak köszönhetően, de jön a viszont válasz, a robbanékony hordó kicsit kiszedi a játékosokat, de utána én úgy gondolom, hogy Kazi nagyon-nagyon agresszívan ugrott rá Steelbackre, és azzal, hogy ki tudták fókuszolni Fiorát, és nincsen már egy ilyen potenciális sebzéshordozó a Millenniumnál, igazából csak le kell követni. A Millenniumot gyönyörű szép a kettős porrás zúzás, Memento pedig az újrendelőnek köszönhetően túléli, Betsy pedig azt mondja, hogy Tabs, te nem mész sehova. És a soha már van, illetve ő végső képessége alatt Zonya homokórát elhasználva megöli a Millennium lövészét. És ne felejtsük el, hogy a Balona során 1 perc 45 másodperc múlva a Rocket nagyon szépen visszatért a mérkőzésbe, egyértelműen hátrányban voltak. Viszont ez nem volt annyira jelentős, amit ne lehetett volna ledolgozni. Az őrangyal most már parangon is elkészült, és nagyon kell vigyáznia a Millenniumnak. Hiába van egy sorfalu Joker és Masterwork által, de a Kazi továbbra is ilyen meggondolatlanul megy előre, és túlságosan nagy figyelmet tud rá fordítani a Millennium, hát akkor le fogják iskolázni és meg fog halni. Pretty az, aki még amúgy folyamatosan próbál szintén valamit csinálni, de Steelbacket fókuszálni a végső képességeddel, akinek 2 darab lehetősége is van abból kitérni, maradjunk annyiban, hogy nem a legjobb választás jelen pillanatban. És a Rocket abszolút, ahogy te is mondtad, visszatért a játékba. Azzal, hogy el tudták hozni a középső ösvényen az inhibitort, illetve az inhibitort védő tornyot, még az arany előnyt is átvette a Rocket. 40 másodperc múlva jön a játék második baronna sorja, amire akár a Rocket fordulhat, és nem kell Mementóra hagyatkozni, illetve az ő gyönyörű szép lopására. Ha ezt a mérkőzést a Rocket megnyeri, rettentő nagy szerepe lesz Mementó. Illetve annak, hogy ugye elhozta az első baronnasort, mert így a Millennium nem tudott fordulni. És megvan a harmadik sárkánya is ugye a Millenniumnak, és a következő az már az ősi fajtából lesz. Kazi pedig nem a vörös fiórát, vagy a fióra rózát hozza magának. 3 darab piros tárgy az megvolt, de utána ő is inkább az űrangyal mellett döntött, illetve van nála egy hóhér halagja, ami a súlyos sebet képes a másikra. Joko is jól helyezkedik egyelőre, a csapda jó lehet, Gragas kezdeményez, de kire rész, ki lehet szedni. Pretty még elhasználja ezt is, de van végső képessége még mindig egy Alisztának, egy embert veszik mind a két csapat. Nem biztos, hogy a legjobb fókusz, Steelback még él, ott van Kézi is, valahol a küzdelemben, hát a felső ösvényen parangan küzd, úgyhogy Masterworköt ki lehet szedni bőven. Plács! Kifárasztás ide vagy oda! Egyet! Cserére a két csapat, majd Masterworköt még el tudja hozni Rocket, tehát 2-1-es a csere, és Kazi nem tud mit csinálni most már paranggal, nem is vállalja be azt a küzdelmet. Nekik a csapattal kéne együtt mozogni, de a teleportot nem használt el Fiora, ráadásul parang még meg is tudná ezt esetleg akadályozni, arról van szó. Memento kékerősítés lopása kérdés, és sújtást ki lehet-e valahogy ebből húzni, nem hiszem, robban a hordó, de húzta Memento a sújtást, úgyhogy balonnasort. Még elkezdhetik, mert van még egy sújtás a talomba Mementónak, egészen gyorsan újra töltődik, ebből csapda lesz rá, Joko,
Peci, rád Joko, csak szólok, talizmán miatt, csatornavadászat viszont, Tabs él Joko mellett, ez nagyon nagy baj lehet, de tudod mi zajlik itt? Csali, hogy elnekezdjék a baromnasot. Pontosan csaliznak a millenniumosok, megmutatják néha magukat a baronnasor körül, miközben jön a visszajátszás. Ugye föléled a baronnasor, majd utána Prédi az, aki abszolút kezdeményez részre, szét még a robbanékony hordó, viszont nem figyelt oda Becire is. Talán ez a legnagyobb hibája annak a szegény Malzárnak, hogy amíg ki fókuszolta Alistárt, addig arra nem figyelt, hogy érkezik Swain. Masterwork pedig bármennyire is kap mindenféle saját pajzsot. Egyszerűen a villanás és a kifárasztás is kevés ahhoz, hogy elmeneküljön. Így történt ez a kettő gyilkosság az egyért cserébe. Na de nem felejtsük el, hogy 38. percben vagyunk, még bármelyik csapat tud fordítani, hogyha arról van szó. Bensik fájtla van amúgy Mementón, egészen konkrétan azt szedte most le Joko. Jó lehet, hogyha nem hagyják azt érvényesülni, mert egy fantasztikus kezdeményezés ha levéd, de a baronasot elkezdi a rocket. A kék inhibitor újraélet. Kazi a felső ösvényen van, pontosabban az alsó ösvényen van, neki teleportja viszont van. Masterwork, az aki bajban lehet, teleport. Érkezik a teleport most már. Mind a két oldalról, nem, Mementó, őrangyal, Veci, homokóra, megjött Kazi, Rézen van a nagy kihívás, le is lehetett az ütni. Jó a gyógyításra, Kazi túlment a vonalon, Kazi még él, Kazinak van egészen konkrétan őrangyal, itt jön Veci, parang, Veci, parang az, aki végül közel kerül, de Veci hátulról ledarálja Fiórát, Barangnak pedig van őrangyala. Három embert vesz itt a Rockettel szemben a Millennium, míg a Rocket csak egyet. Hiába dolgozzák le az őrangyalokat, hiába minden. A Rocket a csapat közelem során végül megmutatja fölényét. Hát ez konkrétan angyalháború volt, vagy nem tudom, de hogy mindenki újjáélet, az is biztos jöhet a visszajátszás. Elkezd ugye a Rocket a baronnasort, majd utána még időben kifordul. Nagyon szép egyébként Jokónak. Majd a kezdeményezési két embert lehet bedobni, a buliba elhasználja Beci, mind a villanását, mind pedig az anya homokóráját, Mementó pedig az őrangyal után vissza tud kezdeményezni, és ez a talán a legjobb, mert így Kazit ki lehet szedni a játékból, Pörengnek is el fog fogyni az élete, de ő is újjá éled, és Beci pont elég élet előtt tud addig visszatölteni, hogy háttérben sunyi módon vadászol, mert konkrétan Beci szvénye végig vadászolt, és borzalom, ami Steelback sebzése, 7400, látszik, hogy nem volt rajta túl nagy fókusz. Hát nem. Hát nem elég. És az a baj a Millennium részéről, hogy ki kéne szedni Becit, ki kéne szedni Steelbacket, és akkor utána talán valamiféle esélyünk lenne a tankok ellen, de azért Mementó is folyamatosan, Perang is folyamatosan sebez. Tehát ez a folyamatos sebzés, ami tőlük érkezik, az lehet, hogy nem látványos, de mindenképpen zavaró, hogyha folyamatos. Zavaró, abszolút. Jokora jó a kábítás, távol volt ahhoz, hogy ledolgozza a közte és az ősi sárkány között meglévő mérföldeket. Így az ősi sárkány ott van a Rocketten. Két percen keresztül, nem túl sok a tényleges sebzés, de azért 90 is több, mint a semmi. Egy torony, nézd meg, hogy olvad el, és a kettő hegysárkány a Millenniumnál van. Ettől függetlenül megy a Rocket az alsó ösvényen. Ez végső offenzíva lehet. Ne a kutya részt fókuszáljatok már! Kazi életereje nagyon foly, Kazi meghal! Azonnal! Semmi esélye nem volt. Túlvállalta magát? Igen, lekövette a Rocket? Igen! Milyen a Gretscher szakadék kettős gyilkosság most már a Rocketnél? Egy torony dől, egy inhibitor is dőlhet hamar, de előtte még azért Tabs megpróbálják befejezni, be is fejezik. Ugye az égetés nem szabad lebecsülni. Ott van Joko. Mit csinál Joko? Hát tök mindegy, igazából. Most már a Rocket Jokolja a Millenniumot, és elhozza az első mérkőzést. Hát Patsy Swayk azért mindenképpen hozzájárult az ő egyrészt remek pozícionálása, másrészt plusz sebzése, amivel már rendelkezett a játék közepétől. Most is láttuk, hogy egy araszálló holló konkrétan kivégezte Tabst. Kóbor holló. Ez egy abszolút kóbor holló volt, vagy fehér, vagy ki tudja, de attól függetlenül arra a Rocket, ha a játék elején nem is túl magabiztosan, de utána mindenképpen felébredve, ugye láttuk azért, hogy Beci is ásítozott még egy kicsit a játék elején, de felébredve
a Rocket meg tudta nyerni az első összecsapást, még 2 darab győzelem kell nekik, BO5-ről van szó, tehát 3 darab győzelemig megy ez a párharc. És én úgy gondolom, hogy a Millennium nagyon jól kezdte ezt a mérkőzést, nagyon szépek voltak a rajtaütések Jokótól, aztán valahogy a játék későbbi szakaszában, minthogyha ő lett volna, aki talán elfáradt. Úgy gondolom, hogy leginkább azzal volt a gond, hogy a Rocket összehozott egy olyan kompozíciót, ahol mindenki kellő tankossággal rendelkezett. Még Sivir is ugye a képességlevédéseknek köszönhetően, mind a sejemőből, mind a varázspajzsból, amivel ő rendelkezett. És akkor el kellett dönteni, hogy kit fókuszoljunk. Ott van Memento, aki elkészült, meg kikészült a játék végső részére. Hihetetlen mobilitást képvisel, tankosságot, és sebzés is van benne, bőven tud zavarni, és itt inkább a tömegirányító képességekre térnék ki, hogy Pretty folyamatosan próbálta használni a végső képességét, de mindig vagy meg kellett szakítania, mert nem működött a sorfala a Millenniumnak, és rögtön betalálták, vagy pedig olyan emberre használt el, aki levédte sejjelmő, vagy pedig egy homokora, vagy bármi mással. Vagy ráment egy tankra, és akkor köszönöm szépen, ugye pont ezt emelted ki az utolsó csapatküzdelembe és az alsó ösvény inhibitoránál, hogy miért Raze van fókuszban, ő azért a törhetetlen akarat alatt kellően tankos tud lenni, főleg úgy, hogy még azért vásárolt magának plusz páncélt is, egyrészt a talizmánban is most már ugye van páncél az átalakítás óta, illetve még volt nála egy fagyos szív is, tehát azért már kellően tankossá vált Alisztair is ahhoz, hogy ne legyen értelme őt fókuszálni, csak hát mit csinálsz, amikor berobban egy Alisztair, berobban egy Memento, és még erre rá követi például egy Pereng Echo. Tehát 3 ember úgy bent van már, egyrészt a sorok mögött, másrészt szétszedi a te frontline-odat, azért megvolt valamilyen szinten Masterwork, illetve Jokóval az első sorra a Millenniumnak is, de hát egyszerűen egyrészt őket teljesen szétszedték, másrészt be tudott ugrani mögé, még utána Becil is akár, és ő azért a hollók serege alatt nyugodtan rohangálhatott, jóformán mindenfele, mert az életerő, amit visszatöltött magának, az bőven te megadta neki azt a lehetőséget, hogy megkerüljön valakit, kiszedje például Terpst vagy Pretit. Ugye nézzük is meg, hogy rögtön hogyan sikerült Kazinak adni egy kezdeti gyilkosságot. Nem is akármi, a gyönyörű szépen játszott két ezt a fiórát. Ezzel indult meg a fióra, abszolút. Tehát ez a két gyilkosság, amikor megkérdeztem, hogy biztos jó ötlet, hogyha Kazi fiórájának adunk 2 darab gyilkosságot. És láttuk, hogy a 25-30. Percig nem volt jó ötlet. Mert egyrészt nem lehetett ellene mit csinálni az ösvényen. Láttuk, hogy Pereng folyamatosan hátrálásra volt kényszerítve, fel kellett áldoznia nem egy tornyot, 2-es szintű tornyokat, mind az alsó, mind a felső ösvényen. Tehát a dominancia megvolt Kazi részéről, de itt van a kulcs, Momentum, anya hozta a kamerát, ez betojás, tehát ez Memento, nézd meg. YOLO, swag, life, minden, Memento voltam, szevasztok. És ezt már utol nem éritek. Úgyhogy én is úgy gondolom, hogy a Rocket ennél a lopásnál talált magára. Ekkor mondták, hogy hú gyerekek, van még mit keresnünk ezen a mérkőzésen. Majd ugye pont arról beszéltünk, hogy ez a csapat abszolút le tudja követni folyamatosan a Millennium társaságát. Nem csak a vadászatonnal, a talizmánnal, a gyorsítással, amivel Hecarim rendelkezik, hanem a folyamatos lassításokkal is, gondolok itt például egy időbanditára, esetleg egy Beci, aki megkerülte az egész világot, és szóval ez nagyon szépen fókuszált alapvetően Beci, ami nem nagyon sikerült Pretinek, tehát neki lett volna ugye a másik oldalon az a kvázi szerepe, hogy akkor kikapjam Szilbeket, vagy kikapjam Becit, hát Becit nem nagyon lehet kikapni gyorsan, mert... Egyedül a kikapás sikerült igazából ezen a mérkőzésen Pretinek, hiszen a Rocket elhozta ezt a mérkőzést 1-0-ra. Úgy gondolom attól függetlenül amúgy, hogy a Millenniumnak volt esélye egészen sokáig. Nagyon nagy baj volt a fókusszal is, meg azért is, hogy Kazi sem tudta eldönteni, hogy akkor ő most végül is micsoda. Tehát a párhuzamos ösvénytolást csinálta, majd aztán kicsit visszavett belőle. Tehát a csapat küzdelemben nem érkezett, mert párhuzamosan ösvénytol, de a párhuzamos ösvénytolást nem csinálta, mert ott volt parang, és akkor mégse esek túlzásba. És akkor mit kellett volna csinálni a Kazinak? Menni a csapat küzdelmekbe, és úgy menni a csapat küzdelmekbe, hogy
le tudja követni a csapata, mert szerintem az borzalmas gond volt, hogy mennyire nem lehetett őt. Hát sehogy se. Egyszerűen nem tudom, tehát nem tudták követni, kész, azonnal kifókuszolt a Rocket. És itt Betsy ez, aki gyalogol konkrétan, gyalogol a középső ösvényről, nem használt teleportot, semmit. Ugye Masterworket lehetett büntetni a játék elején a Rocket részéről, talán ő volt az egyetlen egy játékos, akit folyamatosan tudott büntetni a Rocket csapata, míg nagyon jó válasz volt erre a Millennium részéről, tehát folyamatosan tudta tornyokat elhozni, sárkányokat elhozni, gyilkosságokat elhozni, az arany előny nem egyszer a Millenniumnál volt, tehát bármennyire is a Rocket nyert most itt az első összecsapáson, azért össze kell még egy kicsit kaparni magukat, mert nem mondanám azt, hogy ez annyira magabiztos győzelem volt, hogy persze 3-0, GGBP. Hát ugye Mementónak is gyönyörű volt a baronnasú lopása, aztán Joko kétszer leiskolázta. Már nem aztán, hanem még előtte. Tehát a dzsungelesek, én úgy gondolom, hogy nagyon nagy szerepet játszottak a mostani mérkőzésen. És még nem ment ki ugye a sárkány, hogy az volt itt a nagy baj, az egész Rocket úgy gondolta, hogy majd követi őket. Mert látták, tudták tartani, ugye azzal, hogy pit, ment a lövöldözés tepsző, és a sárkány inkább megfordult és velük foglalkozott. Ki az, ti szimpatikusabbak vagytok! Nem, mert érezte, hogy valaki lő hátul, és megvakart, hogy ez kicsit viszket. Csuda, igen. Rápattant a sárkány pikkeire egy-egy lövedék. Ez jobban zavarta, mint az egész Rocket csapat. Viszont Joko és Memento kulcsfontosságú szerepet játszott mindegyik pillanatban. Tehát a két dzsungeles az így van, abszolút. Csak úgy gondolom, hogy nem csak akkor, amikor jók voltak, hanem amikor rosszak is. Tehát Jokónak egy csomószor volt olyan robbanékony hordója, amit le tudtak védeni. Hát Memento hányszor az árnyék seregbe érte a robbanékony hordóba, hogyha ő megindul a pacival az árnyék sereggel, akkor jön a robbanékony hordó, és az mondja, és megy tovább előre. Semmi nem zavartatja, viszont ugyanezt megteheti igazából bárki más, hiszen a varázspajzsokkal ugyanúgy Steelback is levételem egyszer a robbanékony ornókat, vagy menekülésre ment el. Millennium olyan volt, mint egy kicsit elkapkodta volna a játék későbbi szakaszát, és így Joko is, akinek túl fontos lett volna ez a szerepe. Ez így van, azért alapvetően úgy gondolom, hogy Joko volt talán az egyik kulcs figurája a Millenniumnak, hogyha csak azt nézzük, hogy kezdeményezésről beszélünk. Mert persze Pretty is tud egy villanás végső képességgel kezdeményezni, csak amíg a végső képessége tart a Mazdárnak, addig konkrétan ki fogják szedni. Tehát ameddig ő azt végigjátsza, addig, hogyha jó a reakcióidő a Rocket részéről, akkor pikpak őt is megölik. Tehát kellett volna több olyan kezdeményezés Jokótól, ami jobban sikerül, de jön még erről, hölgyeim és uraim, érkezik most egy premier, úgyhogy át is adjuk a szót, a blokkot kapcsoljátok ki, megköszönjük, mert érkezik utána a reklám. Sziasztok! Or, you know, it could be just another thing.